A Duna utca elején a szőnyegbolt mellett gyülekeztek az állatbarátok a felhívásra. Szerencsére a több napos eső után szombatra kisütött a nap, és így jó idő volt a szabadtéri programon. Az égiek nekünk kedveznek, elmegyünk most, és a menhelyi kutyákért kisétálunk Messesre és vissza. Van, képzeld el, hogy van, aki Németországból érkezett, van, aki Ausztriából, és mindenki nagyon örült neki. Most tartok egy bemelegítést, utána kimegyünk Messesre, ott teszünk egyet, megpihenünk, szeretnék egy csoportképet, szeretném, hogyha közösen megszámolnánk a pénzt, és akkor utána visszagyalogolunk. Remélem, jó hangulatba fog telni. A jó hangulatból láthatóan nem volt hiány. A jótékonysági sétán részt vett Pécsi Vivien önkormányzati képviselő is, aki a kislányát babakocsiban tolva sétált a csapattal. Mint elmondta, fontosnak tartotta, hogy csatlakozzon a megmozduláshoz. Nagyon szeretjük az állatokat, nekünk is van két kiskutyánk, az egyik éppen mentett, és másrésztről pedig Erika felhívta rá a figyelmemet, hogy lesz ez az esemény, és nagyon szívesen segítünk a menhely kutyusainak. A városban nagy visszhangot kapott a jótékonysági séta híre, és így egy kicsit nagyobb figyelem fordult a menhely helyzetére is. Felhívjuk rá a figyelmet így városi szinten, hogy van az intézmény, van az alapítvány, és bizony elkér a segítség. Másrészt egy jó sportolási lehetőség is, a sportot is népszerűsítjük ezáltal. Lehet, hogy csak a kalocsatábláig jutunk, a kislányomon múlik, hogy meddig bírjuk, de ameddig tudunk, elsétálunk a többiekkel. A kezdeményezéshez csatlakozva szép számban érkezett pénzfelajánlás magánemberektől is. Például olyanoktól, akik nem tudtak részt venni a szombati programon, sőt a hétvégén a kalocsai futballklubtól is jött egy nagyobb összegű felajánlás a menhelyi ebek számára.